Folyamatosan a munka az egyik legaktívabb magyar szervezetnél, a Bukovári Magyarok Egyesületénél. Székhelyük épül, szépül, programokat szerveznek, rendszeresen részt vesznek a környék rendezvényein. Az elmúlt időszakról és a terveikről elnökasszonyukkal beszélget Molnár Mónika kolléganőnk. Sok szeretettel köszöntöm kihelyezett stúdiónkban Jakometovics Rozáliát, a Vukovári Magyarok Egyesületének elnökasszonyát. Jó napot kívánok! Szép jó napot kívánok önnek és és kedves nézőinknek is! Annyi minden történik itt a Vukovári Magyarok otthonában, folyamatosan szépül, épül. Az elmúlt időszakot mi jellemzi, mi mindennel foglalkoztak? Hát az igazat megmondva hogy tényleg nem is gondoltam volna, hogy hát tényleg ez a magyaroknak az otthona itt Vukovár városában ilyen szépen majd föl is épül, szépül, modernizáljuk az egész kis házunkat, ugye a belső teret is és a külső teret is, mert az igazat megmondva ugye 14 évnek ezelőtt, mikor megalakítottuk ugye az egyesületünket, nem is gondoltam, hogy talán ilyen sokáig is fent tudjuk majd tartani az egyesületet, mivel szorványban élünk, ugye a magyar és is elég kevesen vagyunk, de hát azért igyekszünk, hogy tényleg, hogy kiépítsük és szépítsük ezt a magyar házat. Az idén a város segítségével egy kis pályázatot írtunk a városunk felé, és a polgármesterünk hát el is fogadta, és nagyon szépen a külső teret, ahol van terem, tehát ahol tudunk ilyen rendezvényeket szervezni, ottan ugye betonos volt alul, hát ugye a por is minden, a táncolás is volt minden, hát azért nem volt olyan szépen berendezve. És hát az ő segítségével sikerült lapokat, kerámia lapokat lerakni, csempéket, úgyhogy mostan ez is egy nagyon-nagyon előre haladás ugye az rendezvényes termünknek. Ugyanakkor a kinti résznél, a parkolónál, a szomszédnál, ami bennünket ugye hát elválaszt, egy ilyen kerítésnek mondhatjuk, ha bár ugye a szomszédnak a, a fala, a háznak a fala van ottan, ezt is a város segítségével ugye vakoltuk, átmeszeltük, na mostan még annyira várunk, hogy egy kis ilyen murált szeretnénk rája festeni, hogy még jobban szebbé tegyük ezt a részt is, és úgy szeretnénk, hogy a horvát és a magyar közösség, ugye, hogy annak az egy ilyen illusztrációs kis kép, egy kis murál lenne rajta, ha jóisten megsegít bennünket, ez is remélem jövőre majd készül is. Ugyanakkor a belső térbe, a magyar házban, mivel ugye már az a Honvédő háború alatt is meg volt sérülve a ház, ugye, a belső rész a padló is nagyon rossz hely, helyzetben volt, úgyhogy azt is ki kellett nekünk ugye cserélni, ezt is a Bukover város segítségével sikerült, úgyhogy itt is kerámiai lapokat raktunk le, ami hát nagyon-nagyon örülünk. Ugyanakkor a belső tér, mivel már 2013-ban vásároltuk meg a házat, a, a falak is ugye most már a meszelés is ugye, hogy most már érőben volt, ezt tehát e, saját munka erőnkkel újítottuk át, festettük, és a mennyezetet is, a farész, ami minden van, mert a mennyezetünkön farészek vannak, és ahol bárhol még volt, azt is szintén ugye átlakkoztuk, ugye, és hát újra e, élesztettük a magyar házat. Ugyanakkor egy pályázatot írtunk Magyarország anyaországunk felé, Betlen Gábor alap felé, ahol sikerült ugye, megnyernünk a pályázatot, és egy gyönyörű szép konyhát tudtunk, modern konyha, de olyan régi stílusban lett ugye, elkészítve. Ennek is nagyon örülünk, hiszen amióta beköltöztünk a házba, csak az régiség, amit összetudtak a tagok hozni, ugye, össze spóroltunk, és akkor valamit megvásároltunk rajta, hogy éppen hogy csak egy kis konyhánk legyen. De most Mostan nagyon örülünk neki, hogy tényleg nagyon szépen modern, régi stílusos, etnó kis konyhánk van. Ugye ahhoz képest, hogy azt mondta, hogy tényleg kevesen vannak itt Vukovár területén magyarok, ehhez képest az Egyesület az egyik legaktívabb magyar Egyesület, hiszen folyamatosan vannak programok, és folyamatosan járnak, máshova is vendégeket is fogadnak, szinte heti szinten történik valami. Mik történtek az elmúlt időszakban, amiről érdemes lenne beszélni? Hát igen, igen, mondhatom, hogy nagyon szorgalmasak a tagjaink, ahhoz képen, hogy Vukovár városában 300 magyar él, abból körülbelül olyan 70-en tagok vagyunk, mert sajnos az utolsó időszakban nagyon sokan el is hunytak a tagok közül, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy, mert olyan értékes tagokat vál, vesztettünk el, ami, ami tényleg az, mondhatom, hogy alapja volt a, az Egyesületünknek, nagyon szorgalmasak voltak, és egy kicsit hát azért nagyon is fáj nekünk, hogy hát el tudtuk veszteni az ilyen, ilyen érdemes tagokat. Na de annak mondhatom és dicsérhetem őket, a tagjainkat, mert az idén is több mint 13 programot valósítottunk meg. Tehát, ahogy mondta is ön, hogy hát hívnak is bennünket, legfőképpen az ének az asszonykórusunk, az őszi rózsa asszonykórus. Őszi rózsa, miért is mondjuk őszi rózsának? Mert hát, e, ugye nagyon fiatalok, a legfiatalabb, mondhatom, hogy 70 éves, úgyhogy mind idősebbekből állunk, de annál nagyobb szeretettel énekelünk. Igaz, nem e, olyan énekekkel megyünk, amit hát... E, operaénekek vagy bármi, ugye, hanem amit valamikor a nagymamák ugye, énekeltek, vagy ilyen lakodalmakban, összejöveteleken, citerába a nagylányok, amit énekeltek. Tehát ilyen falusi énekeket, népdalokat énekelünk. Szintén van egy e, csoportunk, e, aki a magyar ízekkel foglalkozik, tehát ízőrző csoportunk van, tehát mind azokkal az régi ételek, magyaros ételekkel foglalkozunk, e, mutatjuk be a városokba, vagy ilyen kirakadó e, kis vásárokon, ahova elhívnak bennünket, hogy lássák is meg a horvátországiak, tehát a többségben élők is, hogy milyen is az a magyar étel, és milyenek azok a magyar ízek. Tehát a lángos sütéssel is foglalkozunk, halpaprikás főzéssel, gulyás főzéssel, babgulyás főzéssel, és a legnagyobb örömünkre, amit nagyon szeretünk, a kürtös kalács és azt tehát az nagyon megtanultuk már, és azt hiszem, hogy azzal már híresek is vagyunk, a bukovári kürtös kalácsar, ha bár tudjuk, hogy egy erdélyből ered, de hát mondhatjuk, hogy most már tényleg annyira betanultuk, hogy kürtös kalács, a bukovári kürtös kalács a legfinomabb. Ugyanakkor a városban is mindig nagy szeretettel hívnak meg bennünket, hogy bemutassuk, és mindenki alig várják a vukovári lángost és a vukovári kürtös kalácsot. Szintén mondhatom, hogy kevesen vagyunk, egy olyan 10-15-en vagyunk a kis csoportunkban, akik szorgalmasak, akik szeretik ezt ugye csinálni, igaz idősebbek, de hát annál nagyobb szeretettel is, amit mondtam is az énekkarnál is, szintén is hát az ízőrzők úgy munkálkodnak, hogy nagy szeretettel foglalkozunk ezzel. Ugyanakkor vannak ilyen kis kézi munkacsoportjaink is, ahol gyöngyfűzéssel foglalkozunk, hímzéssel, a slingüléssel, vagyis a fehér hímzéssel, és a tarka hímzéssel is, a hamisöltéssel, a kalocsai hímzéssel is szintén foglalkozunk, nem csak saját magunk részére hímezünk, hanem másoknak is. Nagyon szívesen tanítjuk a fiatalokat is, aminek szintén nagyon örülök, hogy hát nem vagyunk sokan fiatalok, de azért eljönnek és ugye megtanulják ezt, ezeket a szép hímzési öltéseket. Akkor van egy kis citeránk, a zenekarunk, hát mondhatom, hogy most már annyira nem nagyon foglalkoznak a gyerekek, de azért még kettő megmaradt belőle, akik szívesen ugye citeráznak, meg aminek nagyon örülök, egy gardonunk van szintén, ami hát egy ilyen régi erdélyi hangszer, és mikor hát megyünk énekelni, akkor ugye hát azzal egy kicsit hát bemutatjuk, hogy hogyan is kell muzsikálni, zenélni ezen a gardonon. Mindenki ugye nagyon-nagyon érdeklődik, így, mert hát nem láttak ilyesmit, ilyen uh, zenélést, ugye, és akkor hát ez nagyon-nagyon nagy élmény mindenkinek. Mindehez a munkához hamarosan azonban segítséget is kapnak, hogyha jól tudom, a Petőfi programon keresztül érkezni fog egy fiatal. Volt már rá példa, hogy a Vukovári Magyar Egyesületet magyarországi fiatalok segítették a munkájukkal, önkéntes munkájukkal. Miben tud segíteni egy fiatal itt ebben a közösségben? Igen, már négy alkalommal volt segítségünkre a Petőfi programon keresztül az ösztöndíjasunk, hát nagyon meg voltam velük elégedve, az idén is várom, remélem, mert mi is megírtuk a pályázatot, remélem, hogy mi is hát a pályázatunk nyer is, és hát remélem, hogy egy fiatal vagy hölgyet, vagy egy kis legényt fogunk kapni, majd meglátjuk, nagyon nagy segítségünkre van. Tényleg, mert hát én is most már idősebb vagyok, és az ötletek, az új ötletek itt a szórványban nagyon sokat jelentenek. De még, aminek nagyon-nagyon fontosnak tartom, a nyelvet mert akkor, mikor a, hát az ösztöndíjasunk itt volt, akkor a nyelvtanulással is foglalkoztunk, tehát a magyar nyelvnek az előhozása, amit mondhatjuk, hogy az anyanyelvünknek itten Vukovár városában sajnos ugye nem lehetett gyakorolni, mert nem volt óvodánk, nem volt iskolánk, könyvtárunk nem volt egyáltalán, tehát 2008 óta, amióta az egyesületünk működik, azóta gyakoroljuk a magyar nyelvet. Tehát az ösztöndíjasunk megint elvárom, hogy az anyanyelv oktatással is foglalkozzon, rendezvényekkel, hogy foglalkozzon, hogy azért egy kicsit más, élvezetesebb rendezvényeket ugye tudjunk bemutatni itt Vukovár városában, aminek azt hiszem, hogy mindenki nagyon örül. Ugyanakkor hát az kézimunkai foglalkozást is nagyon szeretem, hogyha ők bemutatják, nem csak azt, ami mi tudunk, hanem tehát a más magyarországi vagy az erdély vagy a felvidéki bármi ilyen szokások, ilyen magyarságról, hogy bemutatja, és hogy azzal is tudjunk foglalkozni. Új énekeket szoktunk tanulni, remélem az idén majd meg tudjuk mutat, bemutatjuk a puliszkának a megcsinálását, hogy hogyan kell, ugye az, ez egy új íz, magyar íz lenne. Úgyhogy én nekem is vannak nagyon sok ötletem, de remélem a legközelebb, hogyha megkapjuk a pályázaton keresztül az ösztöndíj hogy tényleg, tényleg nagyon nagy segítsége. Még a pályázatok megírása, az elbírálásáról is, igen, ő fog foglalkozni, besegít mindenben, remélem, hogy tényleg itt Vukovár városában nagyon sok munkája van, mert a Rózsika néni azért tényleg, hogy befogja az ösztöndíjasokat, kiasználja. És akkor még egy nagyon rövid kérdés a végére, hogyha már Vukovári kürtőskalács, akkor általában Vukovári magyar bál lesz-e, számíthatunk-e a híres neves Vukovári Magyar Bálra? Hát az igazat megmondva, e, már az idén szerettük volna ugye megrendezni, de a bál ugye nem mondhatjuk, hogy e, nyár közepén lehet. Ottan csak az híres Anna bál lehet, ugye a nyár közepén, de egy rendes bál, ugye azt tudjuk, hogy mikor a tél, mikor a tél idők vannak, akkor de sajnos a járvány miatt ugye nem tudtuk megrendezni. Most megint csak hát meglátjuk, hogy jövőre, ugye, hogyha a járvány helyzet meg fogja engedni, biztosan, hogy a magyar a vuk, híres vukovári magyar bál meg lesz rendezve, és hát ha, ha jó Isten megsegít bennünket, én elvárom, hogy legalább egy 400-500 személy jelenjen meg, ne csak 350, hanem több. A járvány miatt azt hiszem, hogy megfogjuk, ha nem lesz járvány, meg fogjuk tartani. Sok sikert kívánok a további munkájukhoz. Köszönöm szépen.